tetoválás, paróka, műhaj, hajhosszabbítás, piercing, műköröm, műszempilla, és még sorolhatnám. Minden beavatkozás Allah teremtésébe haram, tilos. A sátán mindent elkövet, hogy az embert pusztulásba és önpusztításba vigye. A divat egy-két válfaja, nem mind, önpusztító jellegű, illetve Allah teremtésének megváltoztatásán alapul. Allah profétája Békeréa megátkozta a paróka készítőjét, annak viselőjét, a tetoválót és azt, aki tetoválva van. Erről egy hadisz szól. Felvetődik a kérdés, hogy Allah profétája Békeréa, ő ember. Ember volt. Van-e joga neki átkot szórni, megátkozni valakit? Igen, van. Allah adott neki erre jogot, amit a proféta adott. Vegyétek el, s mitől eltiltott titeket, azzal hagyjatok fel. Tehát azaz, kövessétek a szunnát, és ez Allah parancsa a Koránban. Tehát amit ő, a proféta ajánl, azt kövessétek, és amit nem ajánl, vagy eltilt, azzal hagyjatok fel. Mitől hitilt el a szunna? Nyilván a szunna részletezi azt, hogy mi az, ami tilos, a Korán csak elveket ad. De most maradjunk a Koránnál, mik ezek az elvek. La tabdilli halqillah, nincs változata Allah teremtésének. Te se próbálkozz egy változatot létrehozni önmagadon keresztül. Ez a változat nem csak külső megjelenést, hanem a nemi jellegedet is jelenti. Tehát egy férfi ne próbáljon női öltözéket magára ölteni, és nőiesedni jellegben, kinézetben, és a nőse utánozza a férfit. Ugyanakkor ezek a szokások hosszú távon lehet, nem mindig lehet, hogy egészség romboló jellegűek, márpedig ez tilos. Látulkú bi aideikum ila tahluka. Ne vessétek kezeteket olyanra, ami vészt hoz rátok és másokra. Tilos ártást okozni, vagy ártalmat okozni magunknak és másoknak. Ez a sok mű dolog, amit felsoroltam, ez egy kategória, a tiltott kategória. Van egy-két dolog, ami megengedett, például a nőknek a füllyukasztás, illetve a fülbe való viselése. Egy teljesen másik kategória az egészségügyi kategória, ahol igenis nem csak be lehet, hanem be kell avatkozni a teremtésbe azért, hogy megvédjünk valakit, vagy megmentsük őt a haláltól, vagy segítsük egészségét. A különböző protézisek, műlábak, műkezek, egyebek, vagy éppenséggel a szerv átültetés során kapott akár mesterséges, akár természetes dolgok, ezek természetesen mind halál kategória. Vissza a hóbortokhoz és a divathoz. Ugye, ha beállsz egy sorba, és egy olyan sorba, amely gyakorlatilag egy nyáj, és tudatától meg van fosztva, csak a külsőségeket követi, és ilyen a divat egy-két formája, akkor a te személyiséget csorgú. Ezekbe a sorokba fölösleges beállni. Te önmagadat alakítsd, és ne csak külsőbe, mert fontos, hogy ápolt légy, hanem a belső jellegedet illetően. Mert azzal, hogy te nyáj szellemet követsz, birka leszel. Egy csorda tagja. Neked nem ez a feladatod. Az a feladatod, hogy kialakítsd a saját tudatos személyiségedet. Ezen dolgozz, és Allahra hagyatkozz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.